A van Nagy Boldogasszony napja, azaz Szűz Mária mennybe menetelének napja. Ez a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe az évben. A hit reményt ad és átsegít a nehéz helyzeteken az orosz-ukrán háború idején is. Erről beszélt Erdő Péter Bíboros az Esztergomi Bazilikában bemutatott szentmisén. Tari Judit Titanilla folytatja a témát vendégével. Monostari László Esperes plébániai kormányzó most a vendégünk. Jó estét! Jó estét kívánok! Valóban ugye több Mária ünnep is van a katolikus naptárban, és hát nekünk magyaroknak különösen kedves a szívünknek, ugye Magyarország patronusáról beszélünk, de ez a nap a legnagyobb Mária ünnep. Miért? Milyen jelentősége van ennek a napnak? Így van, igen sok Mária ünnepet számolhatunk meg a kalendáriumban. Onnan kezdeném, hogy a mai ünnepnek a népi elnevezése az a nagyboldogasszony. Na most, ha van nagyboldogasszony, talán joggal felmerül a kérdés, hogy akkor van kisboldogasszony is, és erre az a válasz, hogy igen. A kisboldogasszony nem más, mint Mária születésnapja. Azt ünnepeljük szeptember 8-án. Ami ennél még nagyobb ünnep, az a mennyei születésnapja, augusztus 15-e, nagyboldogasszony éppen a mai nap, amikor azt ünnepeljük, hogy Mária a mennybe vétetett. Hű, milyen régies szót használtam, tudatosan, mert még Jézusnál beszélünk mennybe erről, mert ő valóságos Isten, és Istenként fölment a mennybe. Mária nem Istennő, hanem őt az Atya Isten hívta meg arra, hogy mivel ő az Úr Jézus édesanyja, az ő teste ne lásson romlást, hanem élete végeztével testestül, lelkestül fölment a mennybe. Hogy ez pontosan hogy történt, azt annyira nem tudjuk, hogy maga 12. Pius pápa, amikor 1950-ben, 72 évvel ezelőtt, a Munificentissimus Deus kezdetű írásában kihirdette Szűz Mária mennybevételének a dogmáját, ő maga úgy fogalmazott, hogy Mária földi életpályája befejeztével testestül, lelkestül felvétetett a mennybe. Van erre egy nagyon szép magyar szavunk is, amit szoktunk használni, hogy Mária elszenderült. Ezt látjuk különböző képzőművészeti alkotásokon, festményeken, freskókon, mozaikokon, hogy Mária nem hal meg úgy, mint a többi ember valamiféleképpen vége lesz az életének, hogy pontosan hogyan azt nem tudjuk, ezt nem is kell tudjuk végül is, ezt majd megtudjuk a mennyországban, de föld élete végeztével ő kiemelkedik a többi ember közül, mert nem volt bűne, ezért vétetett föl a mennybe. Még egy gondolat, aztán e, talán eleget is beszéltem a mély teológiáról, hogy a Teremtés könyvében, a Bibliában azt olvassuk, hogy a, a bűn következménye a halál. Tehát azért kell nekünk embereknek meghalnunk itt a földön és nem egyből a mennyországban éljük le az egész életünket, mert ott van a bűn, a sátán kísértése, mi emberek gyarlók vagyunk. Na most Szűz Mária pont a bűntől maradt mentes. Ő az egyetlen az emberek közül, aki semmilyen bűnt nem követett el hitünk szerint, és ezért az ő élete az nem torkolt a halálba, hanem az Atya Isten felvette őt a mennybe. Mit üzen nekünk Nagy Boldogasszony napja, vagy Mária mennybe vételének napja itt a XXI. században, ha már itt a teológiát érintettük, de mit üzen a mai emberén? Igen, ma mert emberének. a teológia az gyakran olyan, olyan távoli, most elnézést is kérek, hogyha talán kicsit túlságosan belementem az imént a részletekbe, de azt hiszem, hogy Nagy Boldogasszony napja igenis közel jöhet hozzánk. Ugyanis arról van szó, hogy Szűz Mária mutat nekünk egy utat. Azt, hogy ő egész élete folyamán engedelmes volt Istennek, igyekezett minél többet szeretni, minél több jót tenni, és így került fel a mennyországba is. Pedig ha belegondolunk nagyon komoly, nagyon nagy szörnyűségek történtek vele, hogyha mondjuk így az édesanyja szerepébe képzeljük magunkat. Hát az biztos, hogy nagyon szokatlan volt, tehát akár az angyali üdvözletre, hogyha gondolok. Ugye Mária nagyon fiatal volt, több, mint valószínű akkoriban, megjelent neki az angyal, és azt mondja neki, hogy te fogod szülni az Isten fiát, úgyhogy férfit nem ismersz, azért ez egy kicsit meredek dolog volt, de ő azt tudta mondani, hogy legyen nekem a te igét szerint. Tehát, hogy igen tudott mondani Istenre, és azt hiszem, hogy nagy boldogasszon üzenete az, hogy nekünk is van utunk a mennyországba, hogyha hiszünk az Úrban, igyekszünk minél jobb életet élni, minél több emberrel jót tenni, akkor mi is eljuthatunk oda, ahova Szűz Mária eljutott. Számunkra ugye, ahogy kezdtük a beszélgetést, Szűz Mária különösen kedves, ugye augusztus 15-e, amellett, hogy Mária mennybevételének napja, ez a nap egyébként Szent István királyunk halálának Én. napja, illetve ezen a napon ajánlotta ő föl a halála előtt nem sokkal az országot Szűz Máriának, van és erről egy csodálatos kép, amit ugye Bence Gyula festett. Van, Ilyen szempontból nekünk magyaroknak ez a Regnum Marianum eszme, ez mit jelent? Ugye 1038-ban Szent István király halála előtt felajánlotta az országot Szűz Máriának, és egyébként nagy boldog asszony ünnepét már az 5. századtól ünnepeljük, és ezért ünnepeljük Szent Istvánt 20-án, mert 15-e, hát az már, az már foglalt volt a szűzanyának, de tényleg 15-én halt meg államalapító Szent Királyunk, és ő azt tartotta a legjobbnak, mert ő nem csak politikai okokból, ő nem csak stratégiai okokból vált keresztényi egész háza népével együtt, hanem meggyőződésből. Ő tényleg hitt abban, hogy az Úr Jézus a világ üdvözítő, és a legjobbat akarta Magyarországnak, az ő szeretett népének, és amikor élete végén talán már látta is, hogy halála után majd lesznek viszályok az utódlás kérdés körében, és ő azt látta a legjobbnak, hogy hát Szűz Máriának ajánlja fel az országot, és így lett ő magyarok nagyasszonya. Na most azért nem mi vagyunk az egyetlen nép, aki Szűzmáriát így különösen is közelérezzük magunkhoz, vannak többen is a népek közül itt a világon, de azt hiszem, hogy ez talán nem baj, nem is akarjuk kisajátítani a Szűzanyát, de mondhatjuk, hogy nekünk magyaroknak ő az égi édesanyánk. És azt hiszem, hogy itt a földön talán az anyai szeretet az egyik legerősebb. És hogy nekünk egy ilyen hadhatós közben járunk van, aki közvetlen ott van az Úr Jézus közelében a Mennyországban, bátran kérhetjük az ő segítségét is, hogy járjon közben értünk, segítsen bennünket abban, hogy itt a Földön boldoguljunk, és a mindennapokban békében tudjunk élni. Mária alakja egyébként mit szimbolizál, mit jelenít meg a hitünkben? Nem istennő, viszont az emberek közül ő a legnagyobb, ő nem egyszerűen egy a szentek közül a szentek, akiket mi katolikusok tisztelünk, őket azért tiszteljük, mert ami nagy dolgot tettek általában, nagyon közel voltak a jó Istenhez, egy szent életet éltek, sok jót tettek és kerülték a bűnöket, de ők is bűnös emberek voltak. Szűz Mária viszont őt kiválasztotta Isten arra, hogy ő legyen szent fia édesanyja, és éppen ezért őt megóvta a bűntől, és hát gondoljunk bele, Mária Isten anyaként, igaz édesanyaként, fizikailag is, biológiailag is ő volt a legközvetlenebb kapcsolatban Jézus Krisztussal. Ezért az ő személye abszolút kiemelt, és ő a legelső a szentek között, ha tetszik, talán szabad így fogalmazni. Erre a napra egyébként mit ír elő a liturgia? Ugye ezen a napon úgymond kötelező szent mise van, még akkor is, ha ez a nap ugye nem mindig vasárnapra esik. Így van, nálunk katolikusoknál van öt olyan ünnep, amelyik, ha nem is vasárnapra esik, de ilyenkor szoktuk kérni a híveket, hogy jöjjenek el templomba, ezek közül kettő munkanapra esik, január 6 a vízkereszt, és augusztus 15-e nagyboldogasszony, a másik három egyébként karácsony, új és minden szentek ünnepe, akkor kicsit könnyebb a dolgunk, hogyha el szeretnénk jutni a templomba, mert az munkaszüneti nap. Azt hiszem, hogy ebben van egy kihívás is, hogy valaki, aki fontosnak tartja a hitét, még akkor is hazna elmegy dolgozni, de azért a legtöbben, akik szeretnék, be tudják iktatni a napjukba, hogy reggel vagy este eljussanak szentmisére, ez egy plusz áldozat, ez egy plusz dolog, de ugyanakkor egy nagyon szép kifejezése annak, hogy fontos nekünk Szűz Mária, szeretnénk őt megünnepelni, szeretnénk az ő közbenjárását kérni, és egyáltalán, hogy ez nem egy hétköznap, hanem egy valódi ünnep a mai, a Magyarok asszonyát is köszöntjük. Monostori Lászlón, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lettem.